A rendkívüli jogrend lehetőséget biztosított volna a Perszolfelágres polgármesternek, hogy egy személyben eldöntse, melyik sportegyűségület mekkora támogatást tudhat magáénak erre az évre. A polgármester azonban úgy döntött, ezzel a ponttal megvárja a kollektív bölcsesség lehetőségét, és a testület elé vitte a kérdést. Méghozzá ezt az is indokolta, hogy nem kellett bérleti díjat fizetni egy sportegyesületnek sem egész június végéig. Tehát nyilván az a fajta kiadásuk is megszűnt, vagy kötelezettségük is megszűnt, és ez egyébként a városnak ez a fél év alatt mintegy 10 millió forint bevételkiesést jelent. A képviselőtestület ma arról döntött, hogy a helyben szokásos támogatási összegnek a felét látta indokoltnak elkölteni erre a célra, méghozzá azért, mert azért az első fél évben ilyen kicsit felemás módon tudtak működni a sportegyesületek. Nyilván a pandémia az ugyan versenyeztetést, mint az edzéseket is befolyásolta, és tehát egy ilyen kb. 5 millió forint pályázati pénz odaítéléséről döntöttünk. Mindamellett arról is döntöttünk, hogy 800 ezer forintot írunk ki gyermek- és tömegsport pályázatra, aminek a felhívás a napokon belül meg is fog jelenni, éppen azért, hogy a következő iskolai óvodai tanévhez igazodva tudjanak pályázni az egyesületek. Erre nem csak óvodai iskolai, hanem minden más civil egyesület is nyilván pályázhat, szoktak is egyébként. És egy kicsit hosszabb időt hagytunk, egészen a jövő év június 30-áig lehet majd ezzel elszámolni. A döntés mögött az van, mondta a Perszolfer Ágnes, hogy bár mindenki a vírusjárvány elmúltában reménykedik, és ennek megfelelően a rendezvények megtartásának lehetőségében, de ez egyelőre még nem biztosított. Így hát időt kell hagyni a szervezeteknek terveik megvalósítására. Nincs pályázati limit, így hát mindenki szabadon engedheti fantáziáját. Azt hozzá kell tenni, hogy itt a támogatási összegen túl a kiemelt sportegyesületek a bérleti díjak felét kell, hogy fizessék a város létesítményeiben, és azt is el kell mondanom, hogy a környékbeli sportlétesítményekhez képest még a 100%-os fizetendő bérleti díj is lényegesen olcsóbb. Tehát az 50% meg aztán tényleg, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk egy nagy városi nagy sportcsarnok bérleti díja, főleg, hogyha 50% kedvezményt kap rá, akkor ilyen 3-4 ezer forint körüli összeg óránként, tehát ez azt gondolom, hogy annyira elenyésző, hogy szinte csak jelképes. A testület beszámolót hallgatott meg a város munkaerőpiaci helyzetének alakulásáról, melynek legfontosabb konklúziója, hogy ha valaki dolgozni akar Tolnán, van rá lehetősége. Nem azt jelenti, hogy annyit keres, amennyit szeretne, és azt sem jelenti, hogy feltétlenül ott dolgozik, ahol szeretne, de ma mindenki tud dolgozni a városban. Tehát jellemzően inkább az alacsonyabban képzett munkaerő az, ami hiányzik. Akár ugye Tolnának klasszikusan három nagy foglalkoztató cége van, a Fastron, a Tolnatext és az Interplus, és tudomásom szerint mind a háromban munkaerőhiány van, de egyébként itt a hivatalban is folyamatosan hirdetünk álláshelyeket, és tudomásom szerint nem csak ezek a nagy foglalkoztatók, hanem a kisebbek is bizony küzdködnek, akár szakmunkás, akár betanított munkaerős hiánnyal, és sokszor a nagyobb cégek akár más településekről, és nem csak közeli, hanem távolabbi településekről is buszokkal szállítják a munkaerőt Tolnára. Szó esett az ivóvíz helyzet állapotáról. A probléma azért időszerű, mert a főút felújítása után számos helyen csőtörés sújtotta a lakókat, és a vízminősége is hagyott kívánnivalót maga után. Akkor, amikor egy helyreállítás megtörténik, akkor azok a nem odaillő anyagok, amik akár a csőről, vagy az építés folyamán bekerülnek a rendszer, akár a csőről lemosódnak, azok sajnos be kell, hogy kerüljenek a rendszerbe. Ezzel nem lehet semmit tenni. Én úgy tudom, hogy a szolgáltató gyakran át is mossa ezeket a vezetékeket, de mégis előfordulhat az, hogy a
a vég felhasználó, tehát a kerti kutaknál, vagy a mosogatónál, vagy a mosógépbe koszos víz keletkezik. Én azt javaslom, hogy bátran keressék a szolgáltatót, akár kérjenek mosatást. Igazgatóasszony azt írta, hogy talán szerencsésebb volna a medencék feltöltését egy később időpontra halasztani. Persze könnyű ezt mondani ebbe a kánikulába, de én úgy tudom, hogy Pest megyében már az is előfordult, hogy egész egyszerűen megtiltották az ivóvízkutakról történő medencefeltöltést és locsolást. Remélem, mi eddig nem jutunk el, de azért azt tudni kell, hogy mindazok a műszaki beavatkozások, amik a csőtörések nyomán szükségesek voltak, mindemellett óriási a vízfogyasztás, hiszen kánikula van, mindenki nyilván sokkal többet mos, sokkal többet öntöz, sokkal gyakrabban fürdik, és sajnos ez is befolyásolja ezt a problémát.